egyáltalán nem fáznak egyébként. Szerintem jól érzik magukat. A Kincsen Nemzeti Lovas Program célja, hogy Magyarország Európa lovas centrumává váljék, hasonlóan Ausztriához, amely egy több évtizedes fejlesztés után Európa síi centrumává tudott növekedni. Magyarországnak megvannak azok a hagyományai, azok a feltételei, és megvan Magyarországon az a tudás, amely minket ennek a célnak az elérésére alkalmassá tehet. Nyilván egy összefogott, átgondolt fejlesztésre van szükség, az oktatás, a gazdaság, a turizmus, az egészségnevelés, vagy akár a helyi gazdálkodás és mondjuk a rendvédelmi szempontok összehangolásra lesz szükség van. A kormány elfogadta a programot, és a legutóbbi ülésén a leglényegesebb elemek végrehajtásához szükséges eszközöket is hozzárendelte a programhoz. Legfontosabb, talán egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy Magyarországon a lovas kultúrának és a lovas hagyományoknak legyen egy értő bázisa, tömegbázisa. Ezért kezdjük meg 2013. szeptember 1-től a Nemzeti Lovas Kultúra oktatását az egésznapos iskola és a mindennapos testnevelés keretei között. Az elmúlt időszakban felmértük azon iskolák körét, akik hajlandóak és képesek csatlakozni a programhoz, illetve a lovas szolgáltatók körét is át kellett, hogy tekintsük, hiszen kellenek minimális követelmények ahhoz, hogy az oktatás el tudjon indulni. Ez egy választható tárgy lesz, és most úgy látjuk, hogy egy 200 iskola és körülbelül 100 lovas szolgáltató tud ebbe a programban elindulni. Egy 3 éves képzés keretében, felmerülő rendszerben fog megvalósulni ennek a tantárgynak az oktatása. Nagyon fontos terület, hiszen Magyarország ebből a szempontból egyedülálló feltételekkel rendelkezik, a lovas turizmusnak a területe, a terep adottságaink, a szabad terep használatnak, ami meglévő feltételei tehetnek minket az európai lovas turizmusnak egy cél országává. A kormány elfogadta és most kerül végrehajtásra a fő útvonalak kijelölése, feltárása, és az a cél, hogy Magyarország az szabadon át és belovagolható legyen, és olyan útvonalakat alakítunk ki, amelyre egyébként helyi turisztikai attrakciók is tudnak kapcsolódni, de amely útvonalak az országot bejárhatóvá teszik, és kapcsolódnak a Kárpát-medence más régióihoz is. De nagyon fontos és alapvető kérdés a lótenyésztés kérdése. Ebben nagyon-nagyon nemes hagyományaink vannak, de a mai viszonyok között tudni kell azt, hogy ha lovat tenyésztünk, akkor azt mire és kinek tenyésztjük. Ma Magyarországon egy olyan 80 ezer ló van, ez egyébként európai összehasonlításban nem egy erős szám, hiszen az európai átlag felénél is kevesebb az 1000 főre jutó ló létszám. De nagyon fontos, hogyha lovat tenyésztünk, akkor annak a lónak kiváló használati értéke legyen, és legyen használati terepe is a lótenyésztésnek. Fontos terület nyilván az, hogy megfelelő létesítményekkel is rendelkezzünk. Ugye Budapestnek például ma nincsen egy állandó lovas centruma, ezért tűztük ki célul azt, hogy Pesten és Budán is elkezdünk egy intézményfejlesztési előkészítést. A Nemzeti Lovarda a megfelelő előkészítő munkálatok után a jövő évben meg fog újulni. Sor kerül a szintén jelentős névvel hagyománnyal rendelkező Szilvásváradi Lovas Centrumnak a megújítására, és Óbudán is igyekszünk egy lovas centrumot kialakítani. Létrejött az elmúlt időszakban a lovas polgárőrség, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a lakosságtól, hiszen az alföldi tanyavilágban, vagy akár a Mátra alján a lovas járőrök olyan helyekre is eljutnak, ahova egyébként gépjárművel nem lehet eljutni. Tervezzük egy lovas polgárőr akadémia létrehozását is a közeljövőben. A meglévő állami ménesek egységes szervezeti rendbe tömörülnek, megvalósul egy egységes ágazati irányítás, ez 5 ménes jelent, Bábolnán, Mezőhegyesen, Szilvásváradon, Hortobágyon és Akteleken működnek ma állami tulajdonban lévő ménesek. Úgy gondoljuk, hogy meg kell újítani a szakképzést is, hiszen alapvető feltétel,
hogy jó szakemberek legyenek ebbe az ágazatba, lovászok, belovaglók, ménesmesterek. A szakképzés tartalmi megújítását is elkezdjük, és a szakképzés bázisai lesznek az egységes irányítás alatt működő állami ménesek. A lovas ágazat fejlesztése az alapvető ilyen kapcsolódik a vidékfejlesztéshez. Nem csak a falusi turizmus és a falusi szálláshelyek értékesítése kapcsán, hanem a helyi gazdaság kérdései is felvetődnek, hiszen ha három ló használatban van, tényleges használatban van, akkor a felmérések azt mutatják, hogy ez egy munkahelyet teremt. Ha a lovak használatban vannak, akkor nyilván a helyi takarmánytermelés, a helyi állatorvos, az eszközök helyi előállítása is hangsúlyosabban kerül szóba. Célunk az, hogy visszajöjjenek a régi mesterségek, a patkolókovács, a nyerges, a lószerszámkészítő, hiszen ha ma megnézzük, akkor a magyar lovasok döntő többsége angol vagy francia nyeregben ül, hazai lószerszámkészítés az alig van, eltűntek a szíjasok, és az igazság, hogy egyéb eszközök is hiányoznak, illetve egyéb eszközöknek a piacán is méltán jelentkezhetnek majd a hazai termelők. Az első lépés Ausztriában is az oktatás területén történt meg, akkor, amikor bevezették a mindenki számára elérhető síszünetet. Ennek az eredménye az lett, hogy Ausztriában ma van több mint 2 milliós belföldi piac, több mint 2 millió ember megy el síelni. Ennek következtében végrehajtottak egy jelentős infrastruktúrafejlesztést, létrejött egy úgynevezett síipar, és a beutazó síturisták száma az megközelíti az 5 milliót, tehát ma ez Ausztriában egy több mint 70 milliárdos piacot, 70 milliárdos bevételt jelent Euróban, és nyilván ennek az első lépése a szakma szerint az oktatás területén történt meg.